A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Nos, folytatjuk azt a beszélgetés sort, amelynek vendége Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztésért és állattenyésztésért felelős alelnöke. Ma az állattenyésztésről esik szó, de nyilván azt hiszem, hogy kiegészíthetjük ezt sok minden mással, hiszen azért az összefüggések az agráriumban teljesek nyilvánvaló. Szép jó estét mindenkinek. Szép jó estét kívánok. Nos, hát november eleje óta megint megjelent, illetve most már bőven a madárinfluenza. Először talán erről kérdezném, mert ez egy nagyon fontos és kényes kérdés. Nagyon fontos és nagyon kényes kérdés, mivel Magyarország a vonuló vadmadaraknak abszolút az útvonalába esik, és ők hordozzák ezt a vírust, és terjesztik szerte a vonulásuk útján. Ezért úgymond menetrendszerűen, egy kicsit ironikusan megérkezett a madárinfluenza is, és épp ezért a országos főállatorvos október 26-ával a kereskedelmi célú szabadtartást megtiltotta a baromfi vonatkozásába, tehát zártartást rendelt el. Ezzel próbáljuk megfékezni azt, hogy átterjedjen erőteljesebben a vadon élő madarakról, akár a víziszárnyasokra, akár pedig a baromfira, mármint tyúkokra, és gyakorlatilag kint tartott hízó broilerekre a betegség, bár hát a hagyományos értelmű broilert azt abszolút zárt körülmények között tartják, de ugye a zöldek ez sokféle elképzelése miatt most már mindenféle tartási móddal próbálkozunk. De hát ez is egy tipikus példa arra, hogy egyik oldalról lehet a szabad tartást favorizálni és elrendelni a áruházláncokba, és megfelelő módon ezt tartani a jövőbeli egyedüli üdvözítő útnak, csak legfeljebb mindig állományt kell cserélni az országba, amikor a vadon élő madarak behozzák ezt a vírust. Egyelőre ugye ez ellen már létezik vakcina, de ennek a kialakulása és gyakorlatba való bevonása még igencsak nehézkes. Nem beszél arról, hogy az ázsiai piacok egyértelműen kijelentették, hogy vakcinázott állatot nem hajlandók átvenni, hiszen ők úgy vélik, hogy nem tudható, hogy az immunitást azt egy természetes fertőzés során szerezte meg, vagy pedig hát a vakcina által, és hát nem hajlandók minden egyes baromfit ugye vizsgálat alá vetni. Érthető, nem kérdés, de hát már itt említettem azt is, hogy pont a japánok elkerülve mindenféle baktériális és vírusos betegséget, ugye a ketreces tartást tartják, és vezették be a tojás termelésnél is, amit hát Európába, bár most ugye levették a napi rendről egy darabig, hallani se akartak a zöldek. Ez a tipikus circulus vitiosus, a hibás kör. Tehát azt hiszem, hogy a gazdák se értik igazán, hogy mik ezek a változások. Ugyanakkor az jó hír, hogy az afrikai sertéspest is úgy tűnik, hogy a Nyugat-Balkánon ugyan megint volt az idei nyáron is, de hazánkat elkerülte. Hazánkat elkerülte, de azért itt csapkod Horvátországba, a magyar határ közelébe. A horvátok nagyon korrektul tartják nyilván az eseteket, és közlik is, tehát az országos főállatorvosnak pontos képe van arról, hogy Horvátországban ezzel kapcsolatban mi a helyzet. De csak egy gondolatra visszatérve a zöldekre és a baromfira, ott is most már különféle pártokra szakadnak, hiszen azok a körülmények, amik az állatnak a jólétét biztosítja, a sokszor pont a túlzott zöld elképzelések miatt rosszabbá válik.
Tehát, és ebbe megy a vita, hogy vajon ki kell tenni az állatot különféle fertőzéseknek, betegségeknek, majd antibiotikum csökkenés révén a szenvedésnek. Ezek azért nagyon fogós kérdések, és szerencsére már közöttük is felvetődött. Hiszen a szabadtartásnak egyetlen hátránya van. Többszöröse az elhullás, többszöröse a különféle kórokozóknak a megjelenése ezekben az állományokban. Tehát pro és kontra vannak érvek pontosan, lehet, hogy egy külön műsort majd megér, de én most nem akarom a nézőket ezzel untatni. Jó, nézzük akkor az állatnézés sertéságazat rendkívül fontos. Függetlenül attól, hogy olvashatjuk, hogy Európában csökken a fogyasztás és a kereslet is, ezzel együtt nyilván a kínálat még inkább. Ez miként érinti a magyar gazdákat? Még egy befejező gondolat a baromfiról, mert a baromfi ágazat az nagyon szépen produkált az idei évbe. Ez azt jelenti, hogy tovább emelkedett a kibocsátása, rendkívül jól szervezett továbbra is a termeltetés, vágás és az export. Tehát mind a kettő növekedett. Árakban is egy elfogadható árszinten vannak a baromfisok. A víziszárnyasok inkább az a gond, hogy nem tudnak annyit termelni, mint ami az átvehető mennyiség lenne. Tehát a baromfi ágazat az összes probléma ellenére azért stabilan megvan, és világviszonylatban a baromfi hús meredek emelkedésére számít mindenki, hiszen az egyik legkönnyebben, legolcsóbban előállítható fehérjeforrás. És itt jön a sertés, ami egy kicsit ugye ezzel ellentétes. Nem azért, mert az átvételi árak nem lettek volna kedvezőek, sőt, mi több, a sertésesek azt mondják, hogy régen volt ilyen kedvező időszak, amikor ennyire tartósan, itt a tartóság nem éveket jelent, meg évtizedeket, mint ahogy a növénytermesztésben is volt egy nagyon jó évtized, hanem sokkal kevesebbet, fennáll a magas átvételi ár. Ez viszont, ugye mivel a voltokban azért csökken a sertéshús, hát prés alá hozta a kisvágóhidakat, és bizony több emiatt szünetelteti az üzemeltetését, vagy korlátozta a termelését. Tehát ezt előbb-utóbb majd valamilyen módon meg kell oldani, mert a kereskedelem szolidaritása enyhén szólva sincs meg az ágazat szereplői vonatkozásába. Tehát Európa szinten viszont különösen Németországban több mint 10%-kal csökkent a sertéstartás, és Európa szinten egy 15%-kal kevesebb sertés kerül előállításra, sőt, mi több Németországban lényegesen csökkent a sertéshús egyfőre jutó fogyasztása is. Most ezt többen mondják, hogy mivel a másik oldalról, hogy a kiskérődzők meg lényegesen növekedtek, hogy a muszlim lakosságnak a szerepe elkezdett meghatározóvá válni a belpiaci folyamatokba is. Hát most ez mennyire így van, mennyire tartós, ezt majd az elmúlt következő évek be fogják bizonyítani, de valóban van egy ilyen jellegű tendencia. Én pedig azt mondom, hogy mivel Európai Unió, és erről már beszéltünk, ugye az export képességét elvesztette a más kontinensekkel szembe, akár a amerikai déli vagy észak-amerikai sertések vonatkozásába is. Ezért a csökkenés nem, hál' Istennek, Magyarországon következett be, hanem Spanyolországban, Németországban, Hollandiában, és azt hiszem, hogy ott a túlzó környezetvédelmi elvárások okán nekünk sertés vonatkozásába lesznek piaci szegmenseink, amit exporttal be tudunk tölteni, tehát meggyőződésem, hogy érdemes a sertésbe Magyarországon fektetni és beruházni, ami mutatja is, hogy a év második felébe 60 ezer új koca szállás és férőhely lett a legmodernebb technológiával átadva, úgyhogy 60 ezerrel nő a koca létszámunk, ez pedig hát tudjuk jól, hogy éves szinten nagyon szép
hízószám emelkedést is fog gyakorlatilag hozni, és hát mivel most olyan 2,5 millió körüli sertésünk van, olyan 4,2 millió a vágások száma, ez tovább fog emelkedni, és az exportunk is nőhet mindenképpen, hiszen a korszerű technológiákkal, azokkal az istállókkal, amik valóban megfelelnek a minden tekintetben a uniós állatjóléti, állatvédelmi szabályoknak is, és nyilvánvaló a gazdálkodási szabályoknak is, és a gazdaságossági környezetnek is. Ez azt jelenti, hogy egyértelműen jól fog növekedni a sertés jövedelmezősége, még ha nem is lesz ilyen magas szinten, de nem fog nagy mélységekbe zuhanni, és keresleti piac mutatkozik, majd Európa szinten is a sertéshúsok iránt, hiszen az emberek azért nem felejtik el, hogy létezik egy nagyon finom, ízletes sertéshús, és hogyha ezt mi abszolút nyomon követhetően tudjuk az európai piacon az emberek asztalára tenni, láthatóan több mint 50%-kal csökkent a különféle antibiotikumok felhasználása is Magyarországon, tehát ebben nagyon-nagyon élenjárók lettünk, jó értelemben eminensek vagyunk. Ez azt jelentheti, hogy ez a hús rendkívül egészséges, és érdemes a magyar fogyasztóknak is a magyar sertéshúst keresni. Igen, térjünk vissza egy kicsit a Baromfit, hiszen a kettetes tartás is nagy vitát kavart, gondolok én itt elsősorban, hiszen a tojótyúkokra is, mert hogy a tojástermelés is rendkívül fontos számunkra. Hát a tojástermelés olyannyira fontos számunkra, hogy jelenleg olyan 232 körül van per fő, per év a tojásfogyasztásunk. Csak érdekességként jelzem, hogy a világon a legmagasabb tojásfogyasztás Hongkongban van, ahol 435 per fő, per év az a igen. tojásfogyasztás. Mi azért célul tűztük ki, hogy ezt a világ legértékesebb és legolcsóbb fehérje forrását, ami a tojás. Ezt olyan tehát 300 körülire emeljük föl, hát az már egy csoda lenne, hogy minden nap egy tojás, tehát a 365-66, de ne akarjunk egyszerre mindent. De egy biztos, hogy Magyarországon is ma a legolcsóbb teljes értékű fehérje a tojás fehérje, és alapvetően a magyar tojóállomány el tudja látni az országot. Nyilvánvalóan van egy kis export is, meg van import is. Reméljük, hogy Ukrajnából minden más oldalról bejövő tojás nem fogja fölborítani a piacot olyan nagy mértékben, mint ahogy ezt a gabonánál bekövetkezett. Tehát figyelnünk kell, mert a kereskedők független mindenféle tilalmak ellenére megtalálják mindazokat a kiskapukat, amivel be lehet hozni, akár még törvényesen is, de hát a különféle nem teljesen fehérbe működő oldalsó lehetőségeket és figyelembe véve bekerülhet és be is kerül adott esetben az országba. Tehát a tojás továbbra is privilegizált szerepet kell, hogy betöltsön, és a kettetes tartást pedig az Európai Bizottság, ugye pont a magyar kutatási eredményekre hivatkozva levette a napirendről szeptember folyamán. Ez azt jelenti, hogy határidő nélkül vette le. Ez biztos, hogy egy 5-10 évet jelent a hosszabbítás tekintetében, de ehhez össze kell állni majd a új Európai Parlamentnek, annak különféle terveket kell készíteni. Hát a sötét zöldek előbb-utóbb úgyis megint előhozzák a kettetes tartást, ne legyenek hiú reményeink e tekintetben, de biztos, hogy erre most pár év lauf lehetőség fog adódni. Szarvas marha ágazat. Én azt gondolom, a tej életerő egészség, itt ez a kettős történet, az mindig megjelenik. Én azt hiszem, hogy az ágazat jövője, az mindenképpen a mindennapjainkat is meghatározza.
Hát most a tej imitátumokkal nem akarok foglalkozni. Csak annyit, hogy mindenki a gyártmánylapot előtte nézze meg a mindenféle tejnek titulált tejszerű anyagok, és nem fogalmazok csúnyában vonatkozásában. Szerencsére ugye a döntés megszületett, hogy nem hívhatják tejjel. Igen. Én nem igen. mondom, hogy mit nem lehet tejnek hívni, de azért ez szűkült. A tej, tej. A tej, tej. Ha más folyadék, meg más folyadék. Mindenkinek önmagára bízom, hogy milyen folyadéknak nevezi. Tehát a tejtermelés vonatkozásában továbbra is a hazai önellátás az teljesen jó értelemben biztosított, exportra is megy, tehát a spot piacokon, és nagyjából annyi jön be, mint amennyi kimegy. Strukturálisan viszont a feldolgozás, a tövegfeldolgozottsági szint sajtok és tartósabb tejtermékek vonatkozásába nem történt lényeges áttörés ebbe az időszakban. Viszont megindultak a kínai piacok, ezért Európa a sajtgyártás helyett újra átállt porításra és a kínai piacoknak az ellátására, és mind addig, amíg ez bekövetkezik, vagy fennáll egész pontosan, addig emelkedő tejárakra számíthatunk. Tehát túl vagyunk a mélyponton, ugye volt egy tavalyi nagy boom fölfelé, tudjuk jól, hogy nagyon erőteljes és nagyon dinamikus tej átvételi áremelkedés következett be. Emelkedni fog a tejnek a átvételi ára. És emiatt a szarvasmarha ezen ágazata továbbra is nyereséges lesz, és most is nyereséges azokban a különféle telepeken, ahol viszonylag több szarvasmarhát tartanak, és korszerű technológiát alkalmaznak. Itt is csak felhívni tudom az állattenyésztési pályázatokra a lehetőséget, amikkel a legkorszerűbb technológiáknak a megvalósítását, kialakítását lehet tenni. És hogyha azt mondjuk, hogy munkaerőhiány van, akkor is a válasz az automatizálás, pályázat. Akkor is, ha azt mondjuk, hogy elhelyezési, termelési gondok vannak, akkor is azt kell mondani, akkor precíziós állattenyésztés, pályázat. Tehát valahol a fejlesztés mindenütt bekopogtat a termelőnek a ajtaján, ablakán, és most van az az időszak, amikor ezt a visszanemtérő alkalmat valamilyen módon meg kell ragadni a bankokkal együttműködve, és természetesen hát a személyes adott gazdaságban levő forrásokat figyelembe véve. Húsmarha tekintetében most egy kicsit visszaléptek az árak, és a húsmarha növendék alapanyagárak gyakorlatilag egy olyan 100-150 forinttal maradnak el az előző évektől. Olyan hatalmas kereslet sincsen most irányukba, de a húsmarha stabilan tartja magát, a különféle anyatehén támogatásokkal együtt nyereséget tud produkálni. Ami a kisállat vonatkozásába is, és a húsmarha tekintetébe is van azok az NR problémák, amikor a bejelentési kötelezettségek vonatkozásába a számítástechnikai háttér elavultsága miatt ugye gazdákat hátrányos helyzetbe hozó határozatok vannak, ezt mi a miniszter úrnak jeleztük, a Nébiknek is jeleztük, konstruktív az együttműködésünk, de elodázhatatlanná vált a számítástechnikai háttérnek a egyértelmű cseréje a állami szervezeteknél, tehát a Nébiknél, mert mind több problémát fog okozni ennek az elmaradása, ezt a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának a meghallgatásán is, mint más elnök említettem, és az ott levők egyet is értettek ezzel a gondolattal. Remélhetőleg minél előbb pénzügyi forrás fog keletkezni arra, hogy ez megvalósítható legyen, hiszen ez a
jobb értelemben is teljesen közösségi érdek a gazdákon kívül az állami hatóságokat is ugyanúgy érinti, hiszen nekik is kellemetlen, amikor számítástechnikai hiba következtében nem kap valaki támogatást, majd ezt korrigálni kell, rendszerből kivenni, hagyd ne mondjam be mindazokat a problémákat, ami e tekintetben keletkezhet. A kiskérőcő tekintetében azt kell mondani, hogy nagyon szép fejlődés kezd mutatkozni, tehát a juhágazat sok évi hát stagnálása, csökkenése, létszámbeli csökkenése után emelkedik a juhlétszám Magyarországon, és a bárányárak, a nehézsúlyú bárány is, a könnyűsúlyú bárány is Európa egyik legdrágább árát hozza a minőség okán is, és hát az egy piacosság az megszűnt. És itt azért említeném azt is, hogy mióta működik a jó ágazatban a szakmaközi szervezet, elismert szakmaközi szervezet, a kecsketartók, juhtartók együtt természetesen, azóta a kereskedők is ott vannak ebbe a szervezetben. Azóta egyértelműen egy asztalnál tudják megbeszélni, és elmúltak azok az időszakok, amikor a kereskedő szabad prédaként kezelte a gazdának a jó állományát. Tehát az együttműködés és a termelő szervezeteknek, és itt nem csak a horizontális, hanem az integrált termelőszervezeteknek, a vertikális termelőszervezeteknek a szerepe is rendkívül fontos, és a terméktanácsoké, mert bizony nagyon-nagyon sokat tudnak egy ágazat életébe segíteni. Hát lássuk ott a tejterméktanácsot is, hát a szerepe óriási, és nagyon sok dolgot összerakott, és ott is most már olyan multinacionális áruházláncok, NAK is ott van a elnök helyettese, nem csak a feldolgozóké, tehát ott is egy asztalnál ülnek le, egy asztalnál tudják megbeszélni az egész ágazat problémáit, és amikor erről tudunk beszélni, akkor ott kialakulhat egy egymás iránti jó értelmű szolidaritás is. És mindenki belátja, hogy nem lehet egy-egy szereplőt negligálni és tönkretenni. Tehát ez ugyanúgy kezd kialakulni a kiskérődző ágazatnál, és az eredményei már nagyon szépen mutatkoznak is. Én most még méztermelés, haltermelés kapcsán nem kívánok szólni, hiszen főszerkesztő úr az érintett szereplőket rendszeresen meg szokta hallgatni, hogy nézem a műsort, viszont lehetséges, hogy a kertészetet ne hagyjuk ki egy pár gondolatra, ha még van időnk. Igen, egy rövid időnk van, úgyhogy igen, foglalkozzunk ezzel az ágazattal, mert tényleg valóban fontos. Azért nagyon fontos, mert ugye meghatározók vagyunk zöldborsóba, meghatározók vagyunk csemmege kukoricába, és az elmúlt években többször panaszkodtam arról, hogy nem kellő figyelmet szentelünk annak, hogy a termelők ne essenek ki ebből a termelésből, és hát azokat az exportpozíciókat, amit megszereztünk, elsők vagyunk ugye a kukoricába, a harmadikok vagyunk a zöldborsóba, mármint a csemege kukoricáról van természetesen szó. Szépen elkezdtek újból növekedni a hektárszámok, 26 ezer lett a csemege kukorica és 19 ezer a zöldborsó. A megy átvételi ára, ha már gyümölcsöknél tartunk, egy kicsit az 180 forint körül alakult, ugye a rázott konzervipari megy ára, tehát nagyjából egy elfogadható árszint volt az idei évbe, alma tekintetébe is, ma már eljutott mindenki odáig, én személyesen is ott voltam a nyírségbe, amikor a léalma termelő vagy feldolgozók is ott voltak ezen az előzetes megbeszélésen, ahol nagyjából a várható lehetőségekről beszéltek, és ők is finanszírozzák azokat az ültetvényeket, amelyek léalma termelő ültetvényekként eredményesen tudnak tevékenykedni.
És hát bizony szépen növekedett egyébként a szántóföldi zöldségtermesztés is, akár a paradicsom termékek vonatkozásában, akár különféle fűszernövények, mint kömény tekintetében. Tehát exportálunk minél többet, és növekedett a hektárszám is a fóliás termesztés és technológiákba, és nagyon korszerű technológiákat vezettek be az ott levők. A tészek is elkezdtek jól működni, mert a délkertésznek a legkülönfélebb termékeit láthatjuk. Tehát ha nincs is még heuréka hangulat a kertészetbe, de egy optimizmus azért mindenképpen látszik. Hát a diósoknak nagyon kegyetlen éve volt, és lassan már 10 000 hektár diók van, tehát 980 hektáron van diósunk, tehát erre oda kell figyelni. Én most nem részletezném a kajszi, szilva és egyéb növényeknek a helyzet, vagy gyümölcsöknek a helyzetét. Annyi ilyen sajátságos megközelítésem van, hogy a ország szilva ültetvényeknek a hektárszáma pontosan megegyezik az ország burgonya termésének a hektárszámával, 5887. Tehát katasztrofális a burgonya tekintetében, és hát egy átlagos szám a szilva ültetvények vonatkozásában. Nos, tehát én azt gondolom, hogy jó úton járunk, mármint az agrárgazdaság mindenképpen, számíthatunk mi köznapi emberek, hogy minden szép és jóval el vagyunk látva a hétköznapokon és ünnepeinken nem különben. És köszönöm szépen ezt önöknek, mindannyiunknak, akik agrárgazdasággal foglalkoznak, hiszen ez az alapja a létünknek, életünknek. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást, és hát mindenkinek egy nagyon-nagyon eredményes és jó egészséggel teli következő évet kívánok, kevésbé hektikusat, mint az elmúlt években tapasztaltuk. Köszönöm szépen, történjék így. Kedves nézőink, az Agrár Infót látták, vendégem Zászlós Tibor volt. A mostani beszélgetés alapja az állattenyésztési, illetve a növénytermesztési ágazat idei esztendeje, mármint a 2023-as éve volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.